Köszönök mindenkit, ez az előadás most magyarul fog szólni. Én Kovács Viktor vagyok, és itt van még velem Bánóczi Mártin, mindketten a Hunrend Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársai vagyunk, fejlesztőként. Először igazából arról szeretnék beszélni, hogy miért van értelme nagy nyelvi modelleket használni ezen a tudományterületen. Igazából a komparatív politikatudományokban nagyon sok szövegklasszifikációs feladat van, amely könnyen automatizálható lehetne, viszont nyilvánvalóan a társadalomtudósoknak nincs meg az a szakértelme, ami ennek az implementálását lehetővé tenni. A legtöbb ilyen kutatási projekt az a szakértőknek a kézi kódolására hagyatkozik, ami mondanom sem kell, hogy elég drága és időigényes. A kutatókat, kutatási asszisztenseket képezni kell, sokszor nem annyira megbízható még a kézi klasszifikáció sem. És nyilván, hogyha valahogy tudnánk automatizálni ezeket a feladatokat, akkor a kutatóknak sokkal több ideje lenne és kapacitása magára a kutatási kérdésekre, illetve az eredményeknek a validációjára. Már korábban is voltak kísérletek erre, először szótár alapú megoldásokkal, aztán pedig hagyományos gépi tanulási módszerekkel, például support vector gépekre kell gondolni, vagy naive Bayes algoritmusra, és igazából ezekkel elég mérsékelt eredményeket tudtak elérni, 0,6 és 0,7 közötti makro F1 értékekre kell ilyenkor gondolni. Aztán a 2010-es évek végén, ahogy megjelent a transformer architektúra, úgy lassan erre a tudományterületre is betörtek a nagy nyelvi modellek. Ezekkel már szinte emberi minőségű szövegklasszifikációra volt lehetőség, ez a gyakorlatban 0,7 és 0,9 közötti makro F1 értékeket jelent. És igazából azon kívül, hogy nagy nyelvi modelleket finomhangolunk, szeretnénk egy a kutatóközösség számára szabadon hozzáférhető inferencia platformot biztosítani, amit Babelgépnek neveztünk el, és ezeket a taskokat tudja. Az első kettő, ez kifejezetten politikatudományi, igazából mind a Comparative Agendas Project, mint a Manifesto Project közpolitikai témaköröket rendel hozzá szövegekhez. Aztán van még a kicsit jobban ismert szentiment és emóció elemzés, ami kicsit kilóg innen a névelem felismerés, illetve most dolgozunk egy aspect-based sentiment módszeren is, ami gyakorlatilag szövegen belüli névelemre mondja meg a sentimentet kontextustól függően. És ahogy mondtam, ezekre a taskokra fine-tunolunk nagy nyelvi modelleket, kiértékeljük őket, és a deployment is egy külön probléma. Egyébként nemrégiben jelent meg egy szócikkünk a Social Science Computer Review folyóiratban, amiben részletesebben beszámolunk az eredményekről és az infrastruktúráról, ami az inferencia platform mögött van. Itt egy nem kimerítő lista felhasználóinkról, és csak egy képernyőkép az oldalról, ahol ki lehet választani, hogy milyen taskot szeretnénk. Ezt most nem fogom részletesen elmagyarázni, de itt látható a backend, egy technikai ábrán, ami fontos lehet itt, hogy maga a predikció egy VM-en zajlik, ami mögött egy Tesla V100-as, egy Nvidia Tesla V100-as GPU van, ezt a Hunrend Cloud biztosítja. És akkor most beszélek egy kicsit magáról az aktuális eredményekről. Ez a Comparative Agendas projekt. Itt 21 közpolitikai témakör van, olyanok, mint a makrogazdaság, oktatás vagy bevándorlás, illetve van még egy, azt is jelezzük, hogyha éppen nincsen releváns tartalom az adott szövegben. Azt kell tudni, hogy az összes ilyen CAP adatbázisban nagyon kiegyensúlyozatlanok a címkék, és ez egy több nyelvű és több domaint átfedő tanítóadaton finomhangolt modell,
9 nyelvet és 10 domaint ismer meg. Körülbelül 2,5 millió szövegen lett finom hangolva, amiknek a nyelv szerinti eloszlása a táblázaton látható. Ezek szabadon hozzáférhető, a CAP oldalról letölthető adatok, illetve a nemzetközi kutatóközösség által adományozott adatok. És az XLM Roberta modellt választottuk ki finom hangolásra, ebből is a nagy paraméterszámú verziót, amiben körülbelül 550 millió a paraméterszám, és 100 nyelvet ismer meg, 2,5 terabájtnyi adaton lett előtanítva, és jobban teljesít a benchmarkokon, mint a sima multilinguális PERT. Itt láthatóak az eredményeink, magyarázok hozzá egy kicsit. Az első táblán, a második oszlopban látható a pooled modell, erről azt kell tudni, hogy csak megfogtuk a teljes többnyelvű adatot, és azon finom hangoltunk egyetlen monolitikus modellt. Kíváncsiak voltunk, hogy mi történik, hogyha nyelvspecifikus modelleket tanítunk, és azt vettük észre, hogy konkrétan az összes nyelven jobban teljesít ez a nyelv szerinti bontás. És kíváncsiak voltunk, hogy mi történik, hogyha még jobban szűkítjük a tanítóadatokat, tehát még specifikusabb adatokon tanítunk, és finom hangolunk. A második táblázatban az látható, hogy a nyelvspecifikus modellek hogy teljesítenek, az a második oszlop, illetve a nyelv domain specifikus modellek, és itt is látható, hogy van ahol ez a kisebb bontás eredményesebbnek bizonyult. Nyilván ez a része a kutatásnak felvett kérdéseket, például az overfitting-el kapcsolatban, illetve a tesztet méretének a változása sem egy elhanyagolható kérdés. A Manifesto projekt, ez igazából abban érdekes, hogy sokkal több címkénk van, mint a CAP-nél, illetve sokkal több nyelv is, 54 országot fed le a tanítóadat, és ez gyakorlatban 1,2 millió kvázi mondatot jelent. Itt is XLM Robertát finom hangoltunk, itt egy pooled modellt készítettünk, és látható, hogy itt már nem annyira jók az eredmények. Ez nyilvánvalóan a klasszifikációs feladat bonyolultságának tudható be, itt ugye több címke van, viszont azt figyeltük meg, hogy ezekkel a súlyozott makro F1 értékekkel is még több címkés klasszifikációra hatékonyan használható a modell, hiszen a top 3 pontosság az 85%, a top 5 pontosság pedig 91%. Aztán a kicsit jobban ismert sentiment, ez egy klasszikus sentiment analízis, negatív, semleges és pozitív címkékkel, elég specifikus tanítóadaton lett finom hangolva, parlamenti beszédeket használtunk, és itt magyar parlamenti beszédek álltak rendelkezésre. Úgy tudtuk áthidalni a több nyelvűségnek a kérdését, hogy open source gépi fordítást alkalmaztunk, OpenNMT modelleket, és így összeállítottunk egy 91 ezer példából álló tanítóadatot, 6 nyelvon. És itt pedig a CAP-hez hasonlóan csináltunk nyelvspecifikus modelleket, illetve egy pooled modellt, és azt figyeltük meg, hogy a sentimentnél a pooled modell jobban teljesített, mint a nyelvspecifikus modellek. És át is adnám a szót Martinnak, aki arról fog beszélni, hogy milyen tényezők befolyásolták a modell teljesítményt. Na hát én is üdvözlök mindenkit, szóval bemutatnám, hogy mik a legmeghatározóbb tényezők így a modellek teljesítményével kapcsolatban. Az első ilyen, ami hát leginkább a modellhez kapcsolódik, tehát a tanítható paraméterek száma az meghatározó. Ugye ebben mérhetjük egy modellnek a nagyságát, ahogy korábban Viktor is említette, elsősorban a large modellekkel foglalkozunk. Ez több mint dupla annyi tanítható paraméterrel rendelkezik, mint a Bayes, és nagyon jól látszik az eredményeken is. Ugye ez egy weighted, tehát súlyozott makro F1 érték.
nyilván ez több erőforrást is használ, és viszont jobban kezeli a komplex adatokat, és a túltanulásra is kevésbé jellemző. Igazából itt mi ezeket a modelleket finomhangoljuk, tehát egy finomhangolási mintánk van, illetve egy tesztmintánk, és hát a tanító minta nagysága az befolyásolja szóval jobban tud általánosítani a modell, és inkább elkerülhető a túltanulás, míg a tesztminta nagysága pedig egy pontosabb értéket ad arról, hogy mennyire teljesít jól az adott modell. És nyilván léteznek augmentációs technikák is, bár erre mi azt vettük észre, hogy a kézzel kódolt adatoknak a adatokkal való bővítés az sokkal meghatározóbb, mint a különféle augmentációs technikák. Hát az adatoknak vagy így a lébelek eloszlása igazából a data imbalance az erre vonatkozik, hogy a címkék eloszlása az mennyire egyenletes, és erre egy jó metrika ez a Shannon entropy. Ezt, hogyha normalizáljuk, akkor 0 és 1 között meghatározza, hogy egy adott minta az mennyire balanced vagy imbalanced, és akkor erre léteznek ilyen megoldások, mint az alul, illetve felül mintavételezés. Az alul mintavételezésnek egy hátránya, hogy ugye jelentősen redukálja a tanító mintát, míg az augmentációknál pedig azt vettük észre, hogy ugye, amit mondtam is, hogy a kézikódolt adatokkal érhető el jelentős javulás, úgyhogy mi inkább fordítással, tehát más nyelvekről meglévő adatokat fordítottunk le egy adott nyelvre, és ugye a súlyozott makroefegyet nézzük elsősorban. Hát az adatok minősége, ez a garbage in, garbage out, ez jól leírja igazából, hogy főleg, hogyha ugyanabban a mintából splitteljünk, akkor valószínűleg az eredményünkön is látszik majd, hogy nem fog jól teljesíteni az adott modell. Igazából itt az egyénnek a szubjektivitása, vagy éppen a fáradékonyság is egy meghatározó tényező lehet a kézikódolásnál, tehát ilyen gold standard, vagy igazából tökéletes kézikódolás nem létezik, és igazából tanulmányokban leginkább ezt a Cohen-féle kappát említik, mint metrikát, amivel mérhető az, hogy maga a mintának a minősége, a kódolás minősége mennyire jó. És az osztályok száma is meghatározó, nyilván egy szentimentnél, ahol mondjuk 3 osztály van, ez egy sokkal könnyebb feladat, mint akár a manifesto, ahol így összesen 57 címke létezik, és ez nyilván modellnek az 57 címkét feldolgoznia, vagy éppen megérteni, ez egy sokkal összetettebb dolog. De léteznek erre megoldások, vagy ötletek, hogy például csoportosítsuk ezeket a lébeleket, főleg úgy, hogy mondjuk a manifestonál előfordul átfedés is egyes kategóriák között. Illetve amivel mi még foglalkoztunk, az egyáltalán az, hogy a no policy content, vagy éppen, hogy maga egy adott szöveg az mennyire politikai, erre mi egy kisebb, egy distilbert modellt tanítottunk fel. Ez egy bináris klasszifikációs feladat, úgyhogy eléggé hatékony és gyorsan lefut. És hát nyilván, ami manapság nagyon menő, ezek a generatív nagynyelvi modellek, ezeket is kipróbáltuk, megnéztük, és az jön ki, hogy ugye két részre oszthatjuk, van a fizetős, meg az ingyenes verzió. Olyan nagyon meghatározó különbség nincs, de mindegyikre igaz, hogy igazából, hogy nem determinisztikusak, ami egy hátrány, illetve jelentősen erőforrás igényesek, és költségesek is nyilván a fizetős verziók, és szerintem így a szövegklasszifikációs feladatokra általánosságban elmondhatjuk, hogy ezek az XLM Roberta modellek még egyelőre sokkal jobban teljesítenek, mint a különböző generatív AI modellek. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet!